valós dolgokra dobre a net velem kapcsolatban, szóval nem a bulvár, meg se többi, hanem tényleg amilyen vagyok, mármint nem az a Magic Unicorns, szóval ez amúgy valahol lehet jó, meg rossz, és így az interneten ezért egy-két videót le is vettem, mert már most nem szeretném, hogy mindenki tudja, hogy esetleg milyen, hát persze, hogy milyen vagyok valójában most az így igazából családba, kutatásba, hogy milyen vér csörgedezik az ereimbe, azt így nem tudom, mert nyilván itt Magyarországon azért rengeteg félék vagyunk, például van, aki török, vagy nem tudom, hát a törökökkel a török hódoltság alatt nyilván miért, mert hát keveredtek a magyarok, és most az, hogy nekem fehér bőröm van a videókon, de amúgy, hogy milyen színű, azt így magam én se tudom, és szerintem ez így a mai világban azért egy elég megosztó topik is, hát ha csak gondolunk ezekre a nagy problémákra, és szóval ilyen dolgokat, hogy így ilyen topjon be elsőként a velem kapcsolatban, a névemmel kapcsolatban, az elég furcsa lenne. Mármint, ha tudjátok, hogy én azért egy ilyen nagy angyalhívő vagyok, de ez is van, aki az angyalokban, van, aki másba hisz, szóval igen. A másik, hogy volt ez a bug, ami egyébként még egy gyereksztori, szóval azt is bedobja, valójában az is fura, meg az anime sztori, nem tudom, ezekben én már nem akarom, hogy az ott akkor mi volt, vagy mi volt ez a bug, vagy miért volt erre szükség. Abba a közösségbe szerintem, ha vonult gond, vagy érdekel valakit, akkor majd utána járnak. Ha meg nem, akkor szerintem én már nem tartozom ilyesfajta közösséghez, úgymond már, mint persze dolgozom, tanulok, stb., de szerintem az legyen egy kicsit elkülönítve, ha annyira legyen elkülönítve, annyira én szeretném a YouTube-ot üzemeltetni. Én szívesen beleveszek mindenkit a YouTube-ra, ha van rá igény, de nem szeretném, hogy ez legyen így a magánéletben is egy kulcsfontosságú kérdés. Persze nekem legnagyobb része az életemnek a YouTube, szóval most az a könyveken és a egy pár történelmen kívül annyira nincsen így, hát van magánéletem, de tudjátok, hogy nagy része a YouTube, és nem vagyok egy titkolózós, szóval ennyi volt nagyjából.